Tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ismételten Hírérték című műsorunkat látják, és ezúttal is mind a hír, mind az érték minőségének megfelelni kívánunk. Mai témánk, ahogy a szalakírásán is látják, a Szent Korona üzenete mérnök szemmel. Nem véletlen, hogy a magyar államiság jelképévé vált a korona, annál is inkább, hisz Európa egyik legrégebb év beavatott koronája. De körülötte, hogy hogyan és milyen elemekből állt jelképei, mi mindent jelentenek, sok kutató munka legkülönbözőbb véleménnyel, de mindig ugyanazt a célt szeretné kiszolgálni, tisztelni kell a magyar nemzet koronáját. Köszöntöm tisztelettel dr. Fehér András mérnök urat, kutatót, legszűkebb, tágabb szakmájára nézve bányamérnök, nagyon-nagyon szépe kohomérnök, bocsánat, és a bányamérnököknek is elnézést kérek, hogy ezt mondom, de most lesznek ugye az úgynevezett aranydiploma kiosztások, de az akkor maradunk a kohomérnöknél, mert ez a korrekt. Köszönöm szépen, hogy megfogadta és elfogadta a meghívásunkat, annál is inkább, mert önök, amikor a korona 1978-ban végre hazaért, szinte megérkezése pillanatától összefogtak néhányan egy mérnökcsapat, és elgondolták azt, ha jól tudom, ugye Papp Gábor vezetésével, irányításával, abban az időben, hogy megnézik ennek a koronának az összetevőjét, egyáltalán a mérnök szemmel megvallható mértékarányokat, a mérték egységeket is előtérbe helyezve, hogyan is állt össze a korona. Nem csak a szépészet oldalát megnézni, a látványt és a történelmi tradíciót, hanem nézzünk egy kicsit jobban ebben a csodálatos jelenségben. Több tudományág ismeretét és ismerettségét felhasználták, akár az aranymetszés, a csillagászat, maga a természeti törvények, és egyáltalán az arany arányrendszerét is. Megnézni, mi minden függ össze ebben a csodálatos relikviába, ebben a gyönyörű szép nemzeti jelképbe. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és nem fogom eltéveszteni, hogy kohomérnök parancsoljon. Hát igen, 1978 vízkereszt napján, vagy úrbe mutatása napján tulajdonképpen megérkezett Magyarországra ez a Szent Korona. Sokan foglalkoznak a Szent Koronával, és mi ahhoz a csoporthoz tartozunk, amelyet a köznyelv mérnököknek, vagy nagyon ritkán fizikusoknak nevez. Valóban Papp Gábor iniciált bennünket arra, hogy válaszoljunk neki egy kérdésre, és az úgy szólt, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a Szent Koronán található képek abban a rendben helyezkednek el, ahogy azt ma látjuk. Ferenc Csaba barátom kapta ezt a megbízást, aki tulajdonképpen a mérnökcsoportot annak idején fémjelezte és össze is fogta. Egy hetes számolgatás után olyan 10 a mínusz 9-en, 10 a mínusz 11-en körüli értékek jöttek ki, attól függ, hogy hogy közelítjük meg a dolgot. Ez számunkra azt jelentette, hogy itt nem egy véletlenszerűen összerakott koronázási ékszerről van szó, hanem egy tudatosan fölépített olyan koronázási jelvényről, amivel érdemes foglalkozni mérnök fejjel, mert olyan információkat tartalmaz, amelyek számunkra is nagyon értékesek lehetnek. Az értéknél, amikor mi beszéltünk, hogy ez a nagyon szép beszélgetés létrejön itt a hatos csatorna Hírérték című műsorában, említette, hogy ilyen hatalmas értéknél, ami nemzetnek szólt, kell lenni egy leírásnak, legalábbis feltételezés szerint, amikor ugye Orsován eltemették, elrejtették a koronát, ráadásul a Duna el is öntötte ezt a területet, sok minden természeti katasztrófa is meglátogatta ezt a színteret, de ezzel együtt feltételezhet, hogy volt ennek egy leírása, és ennek a leírásnak, feltétezett leírásnak egyelőre így teoretikus úton próbálták közelíteni, hogy talán segíthet ezzel is foglalkozni, hogy mi minden történhetett ebben. Sajnos, ha voltak íratok, a történészek ezt valószínűsítik, hogy igen voltak, csak sajnos minden szerves anyag az ártéren a víz alatt állt, és így a nadrág, a saruk, harisnya és a papír dolgok is mind-mind tulajdonképpen az enyészetté lettek. Szerencsére a többi rész az átvészelt ezt a nehéz időszakot.
Úgyhogy gyakorlatilag majdnem, hogy nulláról kellett indulnunk. Igaz, hogy időközben a koronát néha kirakták közszemlére, és bizonyos tudós csoportok is vizsgálták, csak hát azoknak az eredménye az volt, hogy ez a Szent Korona, mivel tartalmaz latin nyelvű felírást, görög nyelvű felírást, ez biztosan, hogy nem egy megtervezett önálló egység, hanem az abroncsot a görög fölírat miatt keletről származtatják, a latin rész pedig valahol Róma irányából, nyugat irányból. Most ezek az elméletek valahogy gerjesztették is egymást, és elég sok olyan információ volt, ami számunkra rögtön tarthatatlan volt, mikor elkezdtük vizsgálni ezt a Szent Koronát. Annál is inkább, mert mindig külön-külön, és inkább a gyöngyökre, a drágakövekre, a beépített különböző anyagokra terjedt a figyelem, nem beszélve ugye a korona fejtetőjén az elfordított kereszt, vagy elferdített kereszt. Önök viszont egészen más szemmel nézték, egységesen megtervezett egységként. És ebben az egységben, a koronán túl, a palástól kezdve a felségjelek, az alma, jogar is beletartozott. Mi most azonban dönten a koronára fókuszálunk, de akkor is egy egységben megtervezett dologról van szó, egy nem akármilyen tárgyról van szó. És ne hallgassuk el azt, hogy még nagyon időben talán, de hogy talán egészen pontosan, hogy említette 1981-ben a fizikai szemle az addigi eredményeket le is közölte. Igen, akkor publikáltunk legelőször, és ezeket ugye a 3-as, 4-es és az 5-ös, 6-os ábrán tudjuk bemutatni, ahol is a mérnöki szemmel megtaláltuk azokat az egységeket, amiben tulajdonképpen a Szent Koronát tervezték. Akkor talán az elejétől indulhatunk is. A trónnak a szélessége adta az egységet, ezt nehezen, de megtaláltuk. Az érdekesség az volt az egésznek, hogy Keleher amerikai művészettörténész vizsgált ezt a Szent Koronát kint Amerikába, és úgy gondolkodott, hogy Magyarországon ugye milliméterrendszer van, és milliméterben megadott mindent. Megkaptuk ezt a könyvet, kérem szépen, és akkor fedeztük fel, hogy ez bizony egy a colnak az egész számú többszöröse, tehát 25,4, 51 mm, 127 mm, és így tovább, és akkor vettük észre a méretrendszer tulajdonképpen. Hát ez már egy novum, ez a fajta hozzáállás rögtön az első lépésnél. Ez azt eredményezte a következő pillanatban, hogy rájöttünk, hogy rögtön aranymetszési rendben készítették el a Szent Koronát, és ez az aranymetszési rend végigvonul a teljes Szent Koronán. Az hármas ábra mutatja a Szent Koronán található azokat a kerekszámokat, amely hüvelyben mutatja a különböző méreteket, a korona magasságát, abroncs magasságát, a pántoknak a szélességét, és így tovább. A négyes ábra ugye felülnézetben látjuk, ott is látjuk, hogy 1, 2, 8 és fél. Lejjebb az apostol képeken is ugyanezen az arányokat találjuk, és az abroncsnak a magassága is pontosan kettőször, ugyanúgy, mint ahogy a pántoknak a szélessége is. Már ez megdöntötte azt, hogy két irányból hozták a koronát, és úgy szegecselték össze. A hetes ábrán bizonyítottuk azt, hogy a kereszttől a felső pantokrátor, az apostoli képek és az abroncs képek is mind egy egységesen végigvonuló arany-arányrendszer szerint készítették. Tehát előre tervezett volt a Szent Korona. Ez az arany-arány metszés a természeti jelenségekben is nyomon követhető, hogy ön fölhívta a figyelmünket egy előadásán még Miskolcon, a Bölcsészeti Egyesületünknek egy fórumán. Úgyhogy örülnék, egy picit erről beszélne, mert nekem egy kissé már ez, elnézést kérek, hogy így mondom, ismertebb, nekem is bele kell ásni magam, hogy még jobban ezt megértsem, de ott egy nagyon szép plasztikus előadás van, ami hát hál' Istennek nem volt rövid, jobban megértette az ott lévő közönség is, hogy miről is van szó. Ott több időnk volt ennek, igen, a kifejtésére, itt egyszerűen csak a 8-as képen szeretném bemutatni, hogy egy
szakaszt úgy kell felosztani, hogy a szakasz a nagyobbik felosztott részhez úgy aránylik, mint ez a nagyobbik a kisebbikhez. Ezt tudom, hogy most sokan nem jegyzik meg, de nem ez a lényeg. Fibonacci fölírt egy olyan számsort, ami 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, és ez így folytatódik. A két ismert számot, ha összeadjuk, kapjuk a harmadik számot, megint a két ismert számot, és így kapunk egy számsort. Ennek a, ha ezeket egymással elosztjuk, kapjuk az arany arányt, amely 0,618 vagy 1,618. Ezeket az arányokat találtuk meg. Pontosabban Fibonacci ezt a számsort, amit fölírta, ezek ugye hüvelyikben szépen adódnak a Szent Koronán, abroncs magasság 2, boltozat magasság 3, a 2 együtt 5, és utána 8 az átmérője, tehát ezek mind-mind-mind a aranymetszési rendre utalnak. Természetben találunk nagyon sok olyan helyet, ahol jóformán mindenütt érvényesül az élő természetben az aranymetszési arány, csak nem biztos, hogy mindig észrevesszük. Ezeket be tudnám mutatni egy egyszerű napraforgón, például a jobbra spirálok és balra levő spirálokat, ha megszámoljuk, az én esetemben 89 per 144 pontosan adja, kérem, az aranymetszési arányt, azt a 0,618-at, 2/10000 pontossággal. Megtaláljuk ezt csigákon, kérem szépen, ezt az aranymetszési rendet. Megtaláljuk, ugye a 12-es ábrán az ember, mint azt hiszem a élőlényeknek a koronája. Itt bemutatom mutatni a embernek egyes kisebb részeit is, mondjuk a tenyérnek egy röntgenfelvételét, és az új percek hossza is 2, 3, 5, 8 arányban aránylanak egymáshoz. És ami legmeglepőbb, tulajdonképpen a 14. ábrán látjuk, hogy a DNS-nek a szerkezete is nagyon szépen mutatja az aranymetszési arányt. A képen látható, nem akarok rá jobban kitérni. Fehér úr, annyi már több tudományág összecsatolását végezték el ebben a nagyon szép és rendkívül novumot jelentő kutatási témában, a koronát illetően. Ön, aki a kohomérnökségen belül egészen másfajta anyaggal találkozott, mi vezette rá arra, hogy erre a csodálatos jelképünkre fókuszáljon? És nem véletlenül kérdezem itt ennek a logikai menetet, egy csöppet megbontva, remélem azért nem a megbontás lesz itt a jellemző, megosztani kérem velünk ezt a lelkületet, amire hozzáfogott. Mert a mérnök gondolkodása rendkívül tiszta világban zajlik, egyértelmű világban. És egyértelművé szerették, és szerették tenni azt, hogy hogy nézzünk a koronára. Ennek a lelkületét volna kedves megosztani. Nagyon egyszerű ez, a kíváncsiság és az igazságkeresés tulajdonképpen, ami bennünket abba az irányba vezérelt. A mérnök csoport később kifulladt, vagy legalábbis egy kicsit átszerveződött, és talán nem volt annyira vonzóerő már a kutatás, nehezen tudtunk összejárni, és ma már részt sajnos magán kutatásba végzem ezeket a vizsgálatokat. És erről hagyj beszéljek egy pár szót itt a maradék időnkben, ugyanis régen bennem volt az a fölismerés, ez a 15. ábra mutatja, hogy a naptól a földig a fény olyan 8 perc, 8,3 perc, ilyen értékeket kapunk, jut el. Ha most ezt megnézzük pontosabban, és ezt pontosan a téli napfordulóra számoljuk ki, ez a 16. ábra mutatja, akkor azt találjuk, hogy 8,17 perc alatt éri el a fény a napból a földet. Most ebben az az érdekes, hogy a korona átmérője, belső átmérője ugyanebben a nagyságrendben esik. Az aranyműveseknek 8-8,5 hüvelyik között végezték a méréseket. Tehát ez a 8,17 pontosan beleér. Itt
történt egy nagyon érdekes dolog, mégpedig az, hogy ez a felismerés azt erősítette meg, hogy a koronakészítők egy fénypercet, ez vigyázunk, ez egy távolság, egy perc alatt mennyi utat tesz meg a fény, az megfelel egy hüvelyknek. És így képződött tulajdonképpen, vagy modellezték le a koronának az átmérőjét. Önmagában ezzel nem sokat tudtam kezdeni, mert ez csak egy adat, és valahogy lógott a levegőben. És adódott egy sugalmazás, és ez szabad, azt hiszem, a mérnököknek is ilyenben részesülni, és akkor visszafelé gondolkoztam, hogy az a idea, az a valóságos korona, amely itt a Földön 8,16 hüvelyk átmérőjű, mekkora annak a koronának, én fénykoronának neveztem el, annak az átmérője, ami az ideája ennek a modellnek. És így kaptam azt, és a 18. ábrán tudom bemutatni, hogy van egy fénykoronánk, amely a naprendszerben helyezkedik el, mégpedig úgy, hogy annak az átmérője érinti a napot és a földet. Nagyon szépen mutatja ez a 18. ábra. És itt még egy sugallatra kell tulajdonképpen támaszkodnom, mert fizikai magyarázatot nem tudok rá adni. De az irodalomban lehet találni olyat, hogy bizonyos bolygópárokat vagy hármasságokat körbe gurítanak ezen a pályán. Én úgy azt tettem, hogy a virtuális koronát, a fénykoronát körbevittem, körbegurítottam a Föld pályáján, és erre kaptam, kérem szépen, a 19. ábra mutatja a számítást, hogy 2 egészszer lehet körbegurítani, és marad egy nagyon pici maradék. Ez nagy kísértés volt, hogy egy mérnökember azt mondja, hogy ezt elhanyagolom, és így tovább. De nem tettem szerencsére, hanem megnéztem, hogy még hányszor kell körbegurítani a Földet, a Föld pályáján, a nap körül, hogy ugyanabba a pozícióba kerüljön be, ahonnan elindult. És erre kérem szépen egy nagyon érdekes és fontos adatot találtam, és ez a 25.920 év. Ez a nagy precessziós év, a plátóni év. Ez az év onnan származik, hogy a Földnek van egy ferdetengelye, egy 23,5 fok, és ez, mint a búgó csiga, ez szépen forog körbe, megkerüli a sarcsillagot, és ennek a megkerülési ideje 25.920 év. Ennek nagyon megörültem, ugyanis a két eredmény, hogy a fény a Földig 8,17 perc alatt, illetve ugye ennyi a Szent Koronánk átmérője, és az így számított fénykoronának a égben való szabályos mechanikája, mozgása összekapcsolódott. És ez a két eredmény így már validálta egymást, megerősítette egymást, tehát most már kijelenthetem mérnöki szemmel, de gondolom, hogy egy csillagász is, vagy egy fizikus, ha megnézni, azt mondja, hogy mindegyik természetben megtalálható frekvenciaadat, csillagászati adat, és ez mind a kettő valóságos adat. Azon kell itt elcsodálkoznunk, hogy mind a fénysebességet, és mindezt a feltételezett fénykoronának az átmérőjét hogyan tudta az első évezred tudósa, vagy legalábbis a Szent Korona megálmodója, akit nem tudom, hogy mi lehetett, nem hiszem, hogy mérnök lehetett, mert akkor még mérnökképzés nem volt, de ugye a hét szabad művészetet oktatták Európába, amiben az asztronómia benne volt, a filozófia benne volt, a matek benne volt, a geometria benne volt, és így tovább, hagyd ne folytassam, a grammatika, retorika, és így tovább. Tehát egy ilyen embernek a fejébe, vagy egy tímnek a fejébe összeállhatott-e? Ez kérdés. Ugyanis mind a fénysebességnek, és mindennek a nagy precessziónak az ismerete honnan származik? Ezt megmérni földi embernek nem lehetett. Hihetetlen gondolat ez most itt.
ahogy ezt a folyamatot lezárja, majd egy másikat rögtön megnyit. Visszarándulunk a csodálatos Milétosz éle a bölcseinek a világában. Plátonék, Demokritoszék, a matematika adott esetben nem is fizikának neveztük, de azért mégis a föld tudományok felé való közelítése, és a transzcendencia világában már az élai és a milétoszi bölcselők sokkal intelligensebben jártak el, mint hogyha itt metafizikáról beszélek pusztán. De egy biztos, hogy valamit elkezdtek ezzel kapcsolatban, a jelenségek figyelésével. Az önök nagyon szép munkája, és az ön most már magántermészetű kutatása, ami nem tudott elszakadni a megkezdett folyamattól, a teremtett világban létező folyamatokra, jelenségekre fókuszál. És se a téma, se ön a témát nem tudja elengedni. Természetesen nem, mert aztán kerestem a Szent Korona és az élő világ kapcsolatát, azt hiszem ezt az előadást most ennek a témaköre meghaladná. De pontosan, hogy a fénysebesség és a 25.920 éves precessziós évet megtaláltuk, sok mindenre választ ad. Végre választathatunk például arra a kérdésre, hogy miért ekkora a Szent Koronának az átmérője. Hisz az orvoscsoport vizsgálta és megállapította neurológusok, Óvári Imréjék, hogy ez nem egy adott fejre készült, ez egy szuperpersonális korona. Ők valami 101 középkori koponyán illeszkedési vizsgálatot végeztek, tehát ez egy mai mértékegységgel, ez egy 65-ös fejméretű korona. Az én fejem 58-as. Tehát javában mellé dughatom a két ujjamat, olyan nagyságú. De figyelembe vették az ideát, ami fönt van a nap és a föld között, és ha azt lemodellezik, kérem szépen, ez az átmérő jön ki. Tehát a modelltörvények alapján, mivel ez egy beavató korona, amely tükrözi az ideáját, és azon keresztül a teremtőjét, így válhat igazán beavató koronává, hisz föntrölti kapcsolatot, vertikális kapcsolatot épít ki a teremtővel, és mint ahogy a orvosok megállapították, ők ugyanis befelé vetítették a Szent Koronát az egyes agyterületekre, és igenis találtak szinkronpontokat, tehát természetesen, hogy a királyt, akit megkoronáznak, illetve a jelöltet, mert még éppen a koronázás előtt, a beavatás előtt van, ennek a koronának az a feladata, és el is nevezték ezt egy interfésznek, amely a felső világ és a koronázandó királynak tulajdonképpen a feje, az alkata, a teste között hoz létre kapcsolatot. Ezért nevezzük ezt mi beavató koronának. És gondolom, azon túl, hogy Melokko Miklós szobrászművésznek a lelkében, ha nem is pontosan ez a logikai levezetés jelent meg, de hogyha Esztergomba látjuk, azt a pillanatot, hogy a pápa kezében van még a korona, de még nincs ráhelyezve István fejére, mert maga sem kívánta a koronát, de valahol az erkölcsi motiváció, a morális motiváció, a felelősség egy egész állam iránt, és a mérnöki tudományok által megfejtésre, eszközként megfejtendő módszer, hogyan tudja összekapcsolni ezt a két teóriát, ez valami elképesztően gyönyörű. Az egyiket látjuk, mint egy üzenetet, a másik pedig azt a pillanatot két-két koncepció ürügyén és okánál megfejtést akar nekünk adni, hogy foglalkozzunk tényleg a Szent Koronával. Nem csak egyszerűen koronáról beszélünk, hanem Szent Koronáról. És ennek a megfejtésnek így ebben a stációban és stádiumban való megoldási esélyét ön éppen most prezentálta. És én most tényleg a műsoridőnk, sajnálom, hogy ennyire rövid, befejező gondolataival még erősítse meg ennek a elengedhetetlen kutatási témának. Nem szabad, hogy csak úgy befejeződjön egy bizonyos elért állomásán. Mi még az üzenete? Mert hogy nézzünk erre a koronára, ez még inkább megerősítést nyert a mérnöki mentalitás által is. Mi mérnöki oldalról azt látjuk, és ezek objektív adatokon nyugszanak, tehát
hogy itt bizonyos kérdésekre a történészeknek, művészettörténészeknek válaszolni kell. Mégpedig az, hogy kinek lehetett a tudása olyan, hogy ezeket az információkat egy tárgyban meg tudta jeleníteni. Ez egy ember vagy több ember. Ugye azt mondjuk, hogy angyalok hozták a Szent Koronát. Abban a pillanatban nekem Nimród jutott eszembe, hogy ő fölnézett az égbe, és elkészítette az ő koronáját. Ha angyalok hozták nekünk a koronát, mert ugye ez van a néphitben, akkor az azt jelenti, az angyalok hírnököket jelentenek. Hogy nem azt a hét művészetet megtanuló ember tudta földi tudományokon keresztül megvalósítani ezeket a szép összefüggéseket, hanem bizony ez valami égi sugallatra történt. Tehát valamilyen médiumi szerepet be tudott tölteni egy arra alkalmas ember. Ez lehetett egy pap, egy táltos, vagy egy kis csoport, és tudták fogadni ezeket az adatokat, és természetesen volt egy olyan technikai, technológiai műhely abban az időben, az első évezredben, akik ezt el is tudták készíteni. Igen, tudunk erről, Uralon túl van egy kicsivel, egy egész falut föltártak, amely a szkítáknak volt az egész zománc és ötvös művészetnek a központja. Úgyhogy erről nem akarok tovább beszélni, mert ez már megint nem a mérnöknek a feladata, nem az én asztalom, ezt a történészeknek kell kibontani és közhírré tenni. De sajnos itt nagyon sok új információkat elhallgatnak. És nagyon sok mindent nem úgy prezentálnak, ahogy az van. Néha bebelopózok a parlamentbe, és egy csoporttal végighallgatom az ottani idegenvezetőnek a szövegét, hogy mit mond a Szent Koronára. Hát égnek áll a hajam. És egy következő alkalom egy másik idegenvezető teljesen mást mond. Szóval tűrhetetlennek tartom, hogy itt van, és a mérnökcsoport aranyművesekkel együtt vagyunk, kérem szépen, ha ők nem is mérnökök, de ők is a valóságot nézik, és nem tesznek bele semmi úgy gondolom, és egyébféle nézeteket. Kérem szépen, nem szabad volna vélekedni a Szent Koronáról, hanem amit nekünk elmond, az kellene tényleg figyelembe venni és közhírré tenni. Tisztelettel köszönöm dr. Fehér András kohomérnök úrnak, hogy elfogadta a meghívást. Külön köszönöm, hogy feladatokat jelölt meg a legkülönbözőbb tudományok képviselőinek, hogy összefogni kell, nem marakodni, és külön-külön teóriákat kiállítani éppen megfelelő politikai és egyéb irányzatoknak megfelelően. Nézzük ezt a koronát szent értékénél fogva, tényleg szentként is, de ugyanakkor megfejthető gyönyörű üzenetként is, ami a teremtett világ, a transzcendencia közötti összefüggést elengedhetetlenül elfogadásra kényszeríti és készteti a ma emberének. Kedves nézőink, való igaz, a mai beszélgetés megerősített, remélem mindannyiunkat abban, hogy ne egyszerű kiállított tárgyként kezeljék a Szent Koronát. A főhajtással megyünk elé, akkor biztos tudással illik oda menni, hogy mit jelent, mit jelképez, egyáltalán honnan érkezett ez a gyönyörű, nem csak üzenet, hanem a megvalósítása. Történelmünknek és a magyar nemzetünknek, de Európának is olyan beavatott koronájáról beszélünk, ami nem csak az idejét jelenti, hogy a legrégibb, hanem kötelességünket is, hogy belül erőt merítsünk. Tiszteletet és erőt. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk voltak. Szívből remélem, hogy elgondolkodnak az itt feltárt mondani valók mennyiségén, ami megengedett, de főleg a minőségén. Viszontlátásra és áldott további estét kívánok.